Na hát akkor sok szeretettel köszöntjük a nézőket, itt vagyunk az első próbaadásban, illetve az első tesztfutam előtt, itt a Hockenheim Ringen, ezekkel a remek 2015-ös DTM autókkal, mindenek ezek a 2015-ös autók. Ugye ezeken van DRS, itt az F1-ben, ami nagy hülyeség, de amúgy van, tehát igazából lehet neki örülni, és akkor még pár embert láthatunk itt a szerveren, név szerint Fehér Roland, Jákoi Kristóf, illetve Fehér Rolandot, az őt már mondtam, Rosner Bence, igen, ő a harmadik, illetve most a Murányi László is fönt van. Nekik amúgy mindegyik ügynek van Bece neve, amit igazából így a közvetítés alatt nem jól használnék, nem, attól függ beleegyeznek el, tehát hogy teljes név közép, amíg a Bece név, de hát igazából majd kiderül. Kapcsoljunk egyből a második helyre, Jákói Kristófra, aki jelenleg a második helyet foglalja el 1,3 másodpercesre maradásban Fehérhez képest. Ám Jákói javít 151 ezeket az első szektorban. Úgy érdekessége még ennek a pályának az, hogy ugyanúgy lehet szórakozni a leszorító erővel, mint a többi pályán, tehát hogy följebb vegyem, levegyem, melyik az érdekesebb, de most ezen a pályán azért az első szektor végén, vagy a második szektor kezdetén van egy hosszú egyenes. No, de be lehetne lőni az autót egész jól, tehát mondjuk egy kicsi leszorító erő, és az autó a szágban, tehát ilyen 280-akat simán elérne. Szerintem, sőt DTM autó lehet, hogy többet is. Aztán, de ott a második szektor, itt a harmadik szektor, ami nagyon kanyargós, tehát ott pedig az lenne az érdekes, ahogy mondtam már, kanyargós, tehát, hogy fel lehetne venni. Leszorító erő, magasabb leszorító erő értékekkel lehetne menni. És ez azon még egy új nagyszerű taktikázás, taktikai lehetőséget erre a futamra. És igen, és majd ezt a tesztfutamunk is derül. Nem tudom, mennyire veszik a srácok, amely most ezt a tesztfutamot. Az viszont biztos, hogy szerintem nem lesz egy rossz futam. Egyelőre négyen vagyunk a szerverem. És Jákói végül is javít, de nem eleget, 2000-et javít, ezzel mindössze a második. Rosner Bence harmadik hely, ráugorjunk. Fekete Mercedes. Itt ha jól látom, igen itt teljesen jól ki van írva, ennek az új TV sztájnak köszönhetően, hogy milyen márkákkal mennek a különböző pilóták. Ez mondjuk ez az egész Raceroom Racing Experience, mielőtt még így belefolynék jobban itt ebbe a tesztfutámba. Szóval a Raceroom Racing Experience közvetítés azon a csatornán jól lenne, hogyha beindulna. Mivel szerintem nem mérföldkövet jelentene a csatorna számára. A Racing R Factor mellett jön a Raceroom is. És később persze majd, hogyha a különböző feltételek összejönnek, akkor ugye a szektorkor az R-faktor 2, de ez még elég messze van. Mondjuk attól függ, de igazából ebben nem menjünk bele egyelőre, a race roomot kell megoldani. Jóra. És ez a tesztadás azért van, hogy kiderüljenek az ilyen apró hibák, vagy különböző dolgok, amik történhetnek közvetítés alatt. És egyelőre, ahogy így elbeszéltem az időt Rosner Bence, mindössze 2000-re van lemaradva Fehér Rolandtól. Amúgy azért érdekes az első szektor, mert Fehér Rolandot elég sokat veszik. De a második, harmadik szektorban ugye visszahozzák. Most Rosner Bence vissza is tépett a boxba. A szélesítésekkel nem vagyok tisztában, hogy hogy működnek. De Attila kollégámnak mondom, hogy az autodirektor be lehetne kapcsolni most egy picit. És ha minden igaz, akkor most mindkettőnk képernyőjén Rosner Bence látható, ahogy most érkezik az első szektor mérőpontjához. Erős is megkérlek Attila, ha így van, most jár az első. Igen, és most jár az a Kid Style 24-es táblalap, most ment el éppen. És most van éppen a kanyar. Most van éppen a visszafordító közepén. Akkor ugyanaz. Az autó direktor amúgy egy tök jó módszer, mivel ugyanazt látjuk a közvetítővel, mint a közvetítőnek a kommentátor, ugyanazt látja vissza, hogy hát, hogy az autódirektor nem a legjobban sikerült, mivel sajnos néhány baromságokat mutat. Tehát, hogy van egy tök jó csata,
Most például Murányi Lászlót mutatja, hogy van egy ilyen driver suggestion, ami megmutatja, kik vannak a milyen versenyzők vannak a legközelebb egymáshoz. És ez alapján váltogatja a kamerákat, ugye a kvalifikáció versenyen is, szóval versenyen képes arra az egész, hogy az első két helyről az ötödik helyen lévő csatázó emberek átváltson. Csacil Patrikot láthatjuk éppen, aki 463 ezredet kap jelenleg fehér Rolandtól, még tanulni kell a neveket, igen, hát ez még ez megszokós dolog lesz. Igen, csak közben az igazgatóval váltottam egy-két szót. Az indulókkal kapcsolatban nincs egy probléma. Hopp, Fehér Roland, aki már javítja a saját idejét 47 ezreddel. És szerintem közvetítő kollégámnak mondanám, hogy a DTM feliratot, a logo overlay-t szerintem simán le lehetne venni. Már csak azért, mert amúgy hülyén néz ki, az NXTV logo meg a DTM overlay egymás felett van, meg amúgy meg el tudom képzelni, hogy a YouTube azért letiltja a videót, mert a YouTube minden életét még azért is letiltatja valami zenét felhasználni, még no copyright soundról is. Tehát ez egy ilyen nagyon jó portál. Ja, neked van? Ja, jó, bocsi, akkor semmi. Nekem van, csak azt hittem, hogy nem állította át. De a DTM overlay-t le lehet venni? A logo overlay az neked most világít, vagy nem? Maradhat, figyelj, maradhat, nem arról van szó, csak... Mégis. Utolsó körök a kvalifikáción. Itt ugye most azért nem látnak a kedves nézők semmit, mert ilyenkor a játék egyben elveszi az összes néző cuccot, és most át is dobja valószínűleg futamra. Igen, 52 másodperce van mindenkinek kiérni a futamra. És most mondom közvetítő kollégámnak, hogy az autodirectort kapcsolja ki. Mert ez egy nagy baromság. Konkrétan az autodirector, tehát hogy igazából be lehet kapcsolni, amikor futam egy picit ellaposodik, akkor be lehet kapcsolni, mert akkor természetesen mutat jó dolgokat. De általában ilyenkor maradjunk, ahogy hívják, oknál ilyenkor maradjunk szerintem a suggestionöknél. De és indul is a rajt! Gyulladnak ki a piros lámpák, és amikor elhasználnak a piros lámpákkal is indul a futam, 10 perces futam lesz! Elég rövid, de legalább izgalmas! Most is indulnak fel egy egész jó rajtal, szerintem meg fogja tartani az elsőjét. Mögötte Jáki Kristóf, nagyjából nem váltott az első három, viszont Rosner Bencét nézem ott a háttérben, aki talán el tud mozdulni az ötödik helyről, de nem sajnos. Hátrébb is ugorhatunk egyen, ahol is Jákói Kristófot próbálja támadni. Tatszul Patrik, ebben a kanyarban nem fog tudni bevetődni, viszont a hosszú anyarásban majd, ha minden jól fog menni, akkor Szélnyiban meg tud érkezni rá. A harmadik körtől pedig, ha minden igaz, lehet használni DRS-t. Tehát onnantól kezdve sokkal könnyebbek lesznek az előzések, ám itt nyers Szélnyiban kell beérni majd az első pár körben a srácoknak. És ahogy látom, nem is közelednek annyira egymásra, tehát itt ezt mondtam, hogy nem nagyon bajlottak a setup-pal. Hopszok, kiment valaki hátul, az szerintem Rosner Bence lesz, igen, ahogy a suggestion is mutatja, a Rosner Bence repült ki a pályáról. És most megkérem kollégámat, még egyszer, elnézést, hogy autodirector kapcsolja vissza, és meg is nézzük, hogy működik az autodirector, és egyből a Sasszul Patrikra ugrunk, aki picit szélesen fordult. Igen, hopsz, és még egyszer. Nem tudom, lesznek-e, valószínűleg lesznek a ligában szabályok erre, ezekre a pályaelhagyásokra. Egyelőre Sacul és Jákói vannak egymáshoz olyan mértékben közel, hogy ezt az autódájt úgy vélje, hogy mutatja. Úgy vélje, hogy mutassa ezt a csatát. Igen, és lent a nézők ugye láthatják a versenyző nevét, mennyivel megy, fordulatszám, váltó. Ott a háttér pedig, mint a Murányi és Rosner csatáznának. Igen, pontosan. Rosner picit belsőre került, nagy nehezen megcsinálta, viszont olyan Murányok olyan kigyorsítása volt, hogy simán
eltart mellette menni, vissza a faszalékra, mert nem nagyon nem lehet mit mutatni, mert ketten olyan közel vannak egymáshoz, hogy... Nagyon a hapszolt Murányi is került a háttérben. Igen, ott Murányi repült is egyet, viszont Sacil Patrik, illetve Jákói Kristóf, akiknél egy előzés fog történni, úgy jön könnyen élelme Sacil mellette. Hapsz és Jákói neki is meg picit belassult a kanyarcsúcsmondnál, valószínűleg azért, hogy ne tudjon mellette elvenni. Igen, Murányi ott ki is pörült, ott talán lehet, hogy Rosner lökte, mivel Rosner bevárta. És be is mutattuk, hogy miért nem jó az autó director, tehát ezért. Most Murányi meg Rosner oda visszaelőzik egymást konkrétan, és nem mutatja az autó director. Most. Most mutatja az autó director. Na szóval vissza is tértünk, igen, úgy tűnik, hogy Murányi bevetőt lecsúszta az ívő, a Rosner külsőjén próbálkozik meg. Murányi talán ki fogja szorítani, de nagyon sportszerű is hagy helyet mellette. Rosner nem tud mellette elmenni. Sokkal rosszabb, hát nem vett rosszabb gyorsítást, nem tudott olyan szögben átfordulni arra a kanyarra, hogy egyszerűen jobban meg tudja fogni. Valószínűleg maradunk a kézi közvetítéseknél, az valamilyen megbízhatóbb, mint hogyha a gép csinálná. És ha minden igaz, ez a harmadik kör, innentől kezdve, ha jól ismerem a DTM-nek a szabályait, akkor innentől láthatunk DRS-es csatázásokat. És most Rosner bekerül Muri mellé, a Murányi László mellé, ha tehetem is a becenevét, aki elrontotta a kanyart. Majdnem már fejfejben haladtak. Ugye picit el kellett venni. Aj, Muri megint eldobja, Muri kipördül, és Rosner pont nem találja el. És darabokra töri az autóját. Bár azért picit tudod, hogy darabokra. De az viszont 100%, hogy ott jobb belőle, ott megkúszta az autót, ott be is harpadt, igen. És a második helyre vissza kell kapcsolni, mi fejfejben jött Jákói, illetve Sacu. Fejfej mellett haladnak továbbra is, mert nézzük ebben a kanyarban, utána el tud nyúlni Jákói, úgy el is tud nyúlni. De ebben a következő kanyarban belsőjét fogja védeni, sokkal jobb lesz a kigyorsítása, rá is fékez a jogosan a kanyar csúcspontra, és ezért Sacu egy picit lekoccalja hátulról. Ám, ez nem jelent olyan a sebesség veszteséggel, na, megint leugdasik egymást, na most bekerül Sacu, nem, még mindig nem. Továbbra is nagyon brutál csatát ügynek, amúgy, jaj, most lesz csúszik Jákói. Vissza, aj gyerekek, hát amit ti műveltek komolyan, kaszti, hát kaszti csata van konkrétan, hopszott le is lassú Sacu. Hát kaszti párbaj van ezerre, hopp, Sacu le mi lett? Na, újraindul az autó, lefulladt az autója? Nagyon úgy tűnt, hogy lefulladt az autója. Valami történhetett vele, látjuk, és erre rossz gombra nyomott, aztán... Majd probléma volt. Nem megnézni kell új egy DRS előzést, tehát most nagyon lenni a srácok, most ilyen 1-2 másodperc belül lennének, inkább egyedül, mert onnantól van DRS, tehát hogy ne kelljen már erre várni a versenyeket, könyörgöm. Hopp! Ott Rosner megunta. A nem volt, nem fordult volna az autó, és 4 egyenesen telébe találta volna, de itt jön Murányi hátulról. Igen, most már Rosnernek is gyönyörűen be van horpadva az autó elé. Hát onnantól kezdve most már mind a ketten picit megtörtek. És igen. 1.33.081-el jelenleg a második helyen lévő Jákói Kristóf. Onnak van a leggyorsabb köre. Hogy mondjam. Van egy ilyen jó kis újítás ebben az egészben, hogy rákattintunk hosszan a versenyző nevére, akkor lehet különböző kamerákat váltani, de ez amúgy új kukás, ahogy van, mert ha a hátsó szájra megyek, akkor konkrétan a hátsó kereket mutatja. Tehát ez nagyon egy picit felejtős lesz ez. Tehát maradunk a jó öreg, váltsuk a kamerákat a Home, Page Up, Page Down, Insert, illetve End gombokkal. Amíg az Insert nem is lehet kamerát váltani. Jaj, Rosner megint lecsúszik a negyedik helyen. Tehát kérek majd visszajelzést a kedves nézőktől, hogy milyen ez a műsor.
majd a kommentáláson úgy semmitani fog, tehát igazából most azt nézem főleg, hogy mi megy meg, mi nem, már mint a szerver, illetve rá is nézze gyorsan a közvetítésre. Szóval... megnyugodhatnak a nézők, hogyha konkrétan szarnak találják a kommentálásomat, mert ezen javítani fogok bőven. Majd a futamra, tehát majd március 4-ére, amikor indul az egész. Most rá is nézek, hogy milyen a hangom. Srácok, azt mondjátok már meg, aki nézze a YouTube csetet, hogy a hangom az tényleg visszhangzik, vagy csak nekem ilyen szokatlan. Tehát, hogy igazából az előző, ami tönkre ment, az előző headset a mikrofonja, azon nem hallottam magamat ilyen érdekesen. Na mindegy, igazából majd megmondjátok, hogy is. De nem tudom. Nekem most ez így nem tetszik. Hát, ja. Viszont ki lehet próbálni a következő feature-t, amit megkérem Attilát, hogy Shuffle Pantrix-ra kapcsoljunk rá a harmadik helyen, majd nyomj egy olyat, hogy Compare Next Car. Nem tudod? Mármint, hogy nem tudod, hogy nem találod, vagy nem tudsz rá kattintani. Ja, nem tudok kinyitani? Ja? Pedig egy tök jó izé lenne. Bár nem húz ez a Compare Next Car, tudod miért? Azért, mert van bal föl egy jó kis táblázat, ami mutatja, így mellesleg. Hát a szakadtan is furán mit érzed, hogy visszhangzik, mint a kurva élet, hogy nem jó a hangom, tehát hogy légy szíves, fazon, magyarázd már ezt el nekem. Na, csak hogy beszélgetek most a nézőkkel, hogy milyen a hangom, és próbálok rájönni különböző újításra itt a játékon belül. Fehér, kaland utolsó körét nézhetjük végig majd, hogyha az elsőjére kapcsolunk. Érdekesség amúgy, hogy a jelenlegi köröket mutatja ez a drága lokálhostos progi. Az még érdekes amúgy, hogy igen, itt konkrétan olyan gyönyörű sorrendet mutatna ez a jó kis böngésző, hogyha ki lenne nagyítva. Tehát, hogy itt konkrétan a legutolsó köröket ezredre pontosan leírják, a neveket ezredre pontosan leírják, lehetne görgetni. Csak az a marha nagy baj, hogy engem meg marhára zavar, tehát hogy beteszem így, és innentől kezdve... Lejtezik olyan is, hogy van bal oldalt a Compare Next Card, jobb oldalt meg a nevek. Azt csókolom. Na, mondjuk így is jó. Na de akkor fehér Roland, aki be fogja fejedni ezt az utolsó terét, és meg fogja nyerni a ezt futam ott, ami sajnos csak 5-en vettek most részt, de remélhetőleg majd a közeljövőben több versenyzőre is számíthatunk. Fehér megnyerte, magad te, pedig picit nagy hátrányban fog érkezni. Jákúgy Kristóf a második helyen. Igazából neki is a Shuffle-Pacikkal való harc után igazából egy nyugodt futama volt. Csami be is ért, úgy mi? Aztán jön a Shuffle Patrick. Aki egy picit nagyon szömszűrte, nagyon szélesen fordul. Na de mindegy is, ő még a harmadik helyre, az utolsó dobogós helyre behozza. Innentől kezdve még jön Murányi László. Illetve Rosner Bence jönne, de ő már sajnos kilépett, hogy kiesett, ahogy tetszik. És majd Murány is belépett, láthatják a végeredményt a nézők. 1.33-5.60 volt a leggyorsabb kör.
Fehér Roland, Gyápai Kristóf, Sasszony Pasztik, Murányi László és Rosner Bence. Ezt majd láthatják a nézők. És amúgy ez szerintem tök jó ez a kiírás. Több versenyzőnél ugye, vagy többet fog mutatni. Ennyi. És akkor ennyi volt a tesztutam. Nem, ez csak egy érdekes, nem lesz több. Szerintem, és én nem hiszem, hogy lesz több. Lesz egy második verseny is, gyerekek. Na, csak két ember van kint. Viszont a YouTube most még. Még folytatódik, aha. Akkor mi folytatódik, akkor még leadjuk ezt a második futamot is. Mert ne, amúgy. Hát tudom, csak én vagyok hülye, jó. Na szóval. Egyelőre Rostel Bence vezet, Murányi László van mögötte, Jákói Kristóf, Sacsony Patrik és Fehér Roland majdnem konkrétan. Ugyanaz a különbség. A Driver Suggestions mi van neki kapcsolva? Na igen, itt is vagyok újra, srácok, elnézést kérek. És úgy állunk, hogy a harmadik helyen lévő Jákói Kristóf támadja Sasszul Patrikot, fejfej mellett hajadnak majdnem. Mondani fejfej mellett, na Jákó, hogy szerintem ki fogja itt fékezni. Úristen, be is tudunk lenni mellé még! Jaj, fehér is el fog menni mellett, de azt nem fogom elhívni, és el is megy mellett a fehér. Na, hát azt szépen megcsinálta. Tehát most így Jákó, egy kanyar alatt veszett két pozíciót. El is fejében is vetődik még. Jaj, ráhúzza az autót! És nem pördül neki. Tehát Jákói Kristóf, tehát fejbe vetődött, de Jákói azt hitte, hogy ő van előrébb. Jaj, fehér, eldobja az autót! Bum! Az úgy rendben is van, és most fejjel alatt visszajön, Murányi közben a háttérbe. Murányit megjegyeztem, hogy neki van ilyen piros autója. Harmadik sacő, ami a komment operatőtársának elmondanám, hogy van ez a Driver Suggestions. Akit a legtetején látsz, vagy akit a második, harmadik helyen látsz, rájuk kell kattintani. Ők ennek a legközelebb egymáshoz. Hogyha akarsz, persze. Az első kör teljesítve is van, remélhetőleg most már látni fogunk DRS-es csatákat. Versenyzők, kell a DRS! Kis tipp! Mutassatok már DRS-es előzést, mert most már ez egy unalmas, hogy... Nem unalmas, hogy oda-vissza csatáztak, az amúgy tök fasza, de hogy... Semmi DRS előzés nincsen, ez így nem jó. És akkor vissza is térünk a Jákó és Sacsony párosra, aki az előző futam is itt szórakoztatott minket. Na Sacsony az úgy le fogja gyorsulni, ahogy van. Úgy, mi? Aha! Jaj, hát Jákó nem hagyja magát, azért visszavetődik. És egy olyan jó kis Rosberg Verstappen mozdulattal hátrébb is tartja Patrikot. Úgy gondolta, hogy így biztos nem fog elmenni. Jaj! Patrik, mit csinálsz? Igen? Lehet, hogy az nagyszerű force feedback az picit berántotta az autót. Murányi László egyébként fehér. Roland is még úgy harcolnak a háttérbe. Jaj, na megint Sacsony. Túl erős a force feedback, vagy én vissza belőle. Nem hiszem, hogy Sacsony, azt én úgy ismertem meg, hogy ez egy egész jó pilóta. És ő egy egész jó pilóta, tehát nem hinném, hogy most elkezdi rángatni a kormányt, azt készen van. Amúgy közben Murányit megelőzte fehér, csak egy kisebb helyzetjelentés. Persze Murányi hibázhatott, mert nem voltak nagyon közel egymáshoz, mint Sacsony meg Jákói. Hopsza, Sacsony megint elrontja, nem tudom, Sacsony vagy a kormányon van valami, de mindig berántja valami. Igen, és jelenleg a leggyorsabb kört 1.35.3.14-jel megfutja. Ajajajaj, Sacsony, háj, azt mondjuk, az mondjuk nekem fájt. És nézzük, tudjátok mi a rossz hír? Nem lesz DRS. Nem lesz DRS, hát csak mondjuk fehér, ott nem tartózkodik. Hopsz, Murány is összetörte, Sacsony, Patrik pedig valószínűleg a gumiaim maradt piszok miatt meg is csúszott még egyszer. Fehér Roland pedig jön mögötte.
1.35-384-314, nem. Rostel Bence a leggyorsabb kör, a második helyen. Rostel Bence se adott akkor, és ott hátam jött is, egy olyan van, most a Cél Patrik, aki megelőzte Fehér Roland. Egyéb okok miatt, de most akkor úgy kéne, hogy most akkor Patrik ott veled a Bence mögött, és akkor most látunk DRS-es előzést, és nem rontja a játékomat. Érdekes, hogy Jákó és Osnál kerek között 120 ezred van. Csak úgy, nem én, ne? Tehát ez még egy jó dolog. Amúgy még a közvetítő társamnak még annyit el szeretnék mondani, hogy nyugodtan lehet próbálgatni a page up, page down, home end gombokat különböző kameraállásokért. Ajánlom amúgy a belső nézetet, hogyha lehet olyat találni. Most találtam még. Keresek is belső nézetet. Mert a page up... A page up-val nem. A page down-nal sem. Az insert általán. Nem, azzal sem. Endom azon is működik. Olyan működik az insert. Igen, majd át kell állítani billentyűre ezeket a különböző parancsokat, ez még egyszerűbb lesz, és akkor mondtam, most már lehet élvezni a belső nézetet. 1.33.206 ugye lehet gyorsan a Fehér Roland nevéhez fűződik, aki úgy most nem percét mindjárt tud elérni, ez a hatalmas forgás után. Sacső Patrik megint eldobta, Marányi viszont nincsen közel hozzá, hogy megelőzze. Igen, továbbra is Fehér Roland, illetve Rostán Bence, amit a legközelebb egymáshoz. 2 másodperc, mondjuk az sok. Még egy DRS az a sok. Most, vagy Rostán lassít, vagy Fehér nyomja be a nitrót, akkor mondjuk láthatnánk egy ilyen jó kis csatát. De én addig nem nyugszak, amíg nem látok ilyen csatát. Tehát srácok, tip, ne előzzetek meg egymást addig, amíg nincs DRS, ilyen egyszerű. Harmadik körtől amúgy, ha jól tudom, DTM-ben onnantól számítják a DRS-t. Urányi kiesett? Nem. Megviccelt az a jó kis lokál hostos kontrollpanel. Na, ott vannak egymás meg, hogy gyerünk srácok, gyerünk egy DS utasatok, könyörgöm! Most egyikültök se roncsán lehetőleg! Léci! Ne, előzd meg! Ne! Úgy, mi? Ezért szerettem arról itt, mert hallgat rám. Na, most akkor működjön az a DS, most már, hogyha ennyire kivártuk. Remélem működik, amúgy tényleg és nem ilyen átverés. Egy probléma van, hogy nem működik, tehát most az itt tök jó. De működni kéne. Ops! Na, Rosner nem adja magát, most fejébe megy mellé, Rosner aláfordul neki is, mert egy picit, jaj. És innentől fejérnek. Meg is van. Meg nem működnie kéne, ezt majd megkérdezem. Belső után, hogy az most miért nem működik. Tűnől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 
megnyerheti az első, illetve a második futamát. Igen, továbbra is Rosner, illetve Fehér. A mai futam lenni a bizgalom viszont az lesz, hogy ki tudja a Jáki védekezni majd Fehért. Igen, srácok, megkérem Attila, hogy most a current standings-et kapcsolják pillanatra ki. És hapszoros neki pördült, de azért ezt egy pillanatra kapcsolja ki. Nézzük már, hogy úgy milyen. Na, a current standings-et már... Hülye vagyok. A driver infót ki lehetne kapcsolni. Driver infót. Ugyanhogy így nehezebb. Így nehezebb megnézni az embereket. Szerintem még a kapcsolat is százszerűen jobban fog kinézni. Legyen mindig bekapcsolva, az a biztos. Most jó a hangom. Most jó. Na, meghallgatom a hangom viszont.
azt néztem, hogy amikor kimondod a 99% és beszélni, akkor viszont tényleg elkezdett picit szaggatni. De most jó? Most jól működik. Ott tartottunk, hogy Jákival izgulunk, hogy hopsz fejjel amúgy közben rontott. Ez egy érdekesség. Vaj, megint ront fejjel a harmadik helyen, bum bum. Fejrolynak most nem megy. Azért is az előző futamot elsőben behúzta. Most azért pörögött meg legalább 4-5-öt. Ahhoz képest. És úgy tűnik, hogy Jákói ezt behúzza. Meg is lepődnék, ha nem húznál be amúgy meg. Tehát, hogy... Jaj, na meg is csúszik, na mondom meglepődök, ha nem húzza be. Már szintén a Rosner Vence megnyeri, nem tudom mit csinálok. De amúgy meg is nézhetjük vélem mennyire még egy DTM autó. Max. Még ez napáján. 2... 58... Rosneré mennyit megy? 2.52... Hát az úgy... Viszont kevesebb. Nem mindössze egy ilyen 6 km per óra. Az mondjuk nem semmi. Úgyhogy ezt lehetett venni mindenki BMW fan, tehát neki BMW-vel nyomja a kéve Rosnert, aki úgy döntött szakít a hagyományokkal és átvált Mercedesre. Audira kíváncsi, ezeket nekem BMW meg az Audi tetszik a legjobban. Bár nem szoktam DTM-et nézni, külsőleg azok tetszik, nem tudom, hogy a Merci vagy el. Mert nem, én azt tudom, hogy a DTM vagy el, mert nem nézem. Tehát, hogy... tudom, hogy az Audival... Mindegyben mindegyikkel nyertek már, azt tudom. Sőt, arra is nem hiszem, hogy volt egy nagyon felejthető futam még a valódi Hungaring, a valódi DTM-be. Nagyon felejthető futam, annyira unalmas volt. Na, de itt is a kényelesben Jákói Kristóf megnyeri a második futamot. Mögötte Rosner Bence jön be. Harmadik, Fehér Roland lesz. Erősen ragaszkodom azt, hogy a harmadik helyen, mivel nem el tudja veszíteni, sőt. Azt kéne még. Azt mondjuk nem tartom előttetek a játékot, van egy ilyen jó kis visszaszámláló. És ha ez letenik, akkor a versenyző, aki nem ért be, az diszkvalifikálja. Nem diszkvalifikálja, hanem kiesetnek tekintje a játék. Ami mondjuk nem annyira előnyös, de... Hát, majd lesz erre megoldás, én érzem. Már csak az ilyen Murányi biztos nem fog beérni egy szint idő alatt. Tehát még Sasszol is éppen, hogy beér. 8 másodperc a vége előtt, pont most. Tehát igazából azon gondolkodok, hogy most Murányi, most ki fogja nőni DNF? Nem, ki fogja? Nem mindenki a DNF, jó van. Megnyugtató, hogy nem bagos a játék. Bejer Roland szakás szerint egy 33-26-nak behúzta a leggyorsabb kört, hát mert ugye ez már hagyomány. Két futam, két az futam alatt. Tehát szerintem... Igen, láthatják a nézők továbbra is az állást. És akkor ennyi lett volna ez a kis tesztfutam. Ez a kettő futamos tesztfutam. Reméljük a nézőknek tetszett, és reméljük, hogy a hangom is tökéletes volt, illetve nem ismételtem túl sokszor a szavakat. Majd igen, majd ezt meg lehetne oldani, pont most jön a probléma, hogy miután beértek a versenyzők, és végigörgött az összes névlista, a helyezések, akkor aztán gyorsan búcsúzunk is, mert különben jön ez a jó kis töltőképernyő, de le lehet szenvedni, mert legalább 30 másodpercet, kettő függően, de én nem fog 30 másodpercet szenvedni, hanem csak 20-at. De ezt majd megoldjuk később, természetesen. És igen, ennyi lett volna a futam. Hát, még előtte elköszönnék. Tehát, hogy köszönjük a nézőknek, hogy itt voltak. És remélem, hogy minden jó volt, ezt nyilván mondtam. Találkozunk március 4-én, ha minden igaz, remélhetőleg igaz,
És március 4-én találkozunk az első utamban, amit nem mondok meg, hogy mi, mert az meglepetés lesz. Mert ugye miért? Ne. És egy hivatalosan is. Igen, egy hivatalosan XTV YouTube channelem, amit majd ugye mindenki meg fog kapni. És srácok, hogyha minden jól fog sikerülni, akkor ez lesz a NXTV első sikeres közvetítése. Mármint ez a bajnokság persze természetesen. De lesz még előtte lévő héten egy tesztetem, tehát nem marad meg műsor nélkül a nézők. Szóval végre elmondom, köszönöm a figyelmet, illetve köszönjük a figyelmet. Operatőr társammal búcsúzunk, viszontlátásra, viszonthallásra. Sziasztok! Come on, come on, come on.